Ez egy éjső olivér, ez egy szép érett fürt. Itt látjuk, hogy a külső oldala azért bogyók lényegesen sárgábbak, itt még egy picit zöldebbek, azért még ez az egy hét szükséges lesz. Kimondani is furcsa, de egy hét és országszerte kezdődik a szüret, legalábbis a babarci szőlőbirtokon biztosan. Soha ilyen korán nem kezdődtek még el ezek a munkálatok, ez pedig itt a pannonhalmi borvidéken azt jelenti, hogy két héttel hamarabb vágnak bele a betakarításba. Az éjsai olivérrel kezdjük mindig a szüretet általában augusztus 20-a után, és most az a kivételes alkalom, hogy augusztus 6-án vagy 7-én szedjük le az éjsai olivért, ami azt jelenti, hogy kb. 2-3 héttel előbbre van a szőlő, soha nem volt még ilyen korán szüret. Köszönhető ez több mindennek, de főleg annak, hogy például májusban nagyon meleg időjárás volt, tehát szinte nyári időjárás volt, és az, hogy ez a minőséget mennyire fogja befolyásolni, azt még pontosan nem tudjuk, ezt majd csak akkor, amikor leszületeltük a szőlőt, de jónak ígérkezik a termés mennyiségben. Minőségben pedig szépen érnek a szőlők, savak is megvannak még egyelőre. Hogy az aromák mennyire tudnak beérni, az majd a kérdés. Az előjelek azt mutatják, az idei terméssel sem lesz gond, bizakodóak itt Győrúj baráton, ami nem csoda, hiszen láthatóan erőtől dúzzad a szőlő. Mi mindig bizakodóak vagyunk, de jobban örülnénk, hogyha normális, az általunk normálisnak ítélt időpontban tudnánk szüretelni a szőlőket, de sajnos a tendencia ezt mutatja, hogy évről évre korábban szüretelünk minden fajtát, illetve nagyon összecsúsznak a fajták. Tehát régebben volt egy kis levegőhöz tudtunk jutni, most viszont mindent egyben kell szüretelnünk. Ez volt az elmúlt évek tapasztalata, az idejében majd még meglátjuk. A szakember azt is megosztotta a híradónkon, mi alapján döntik el azt, hogy melyik a legmegfelelőbb időpont a szüretelésre. Méréseket végzünk természetesen a szőlőben, tehát cukorfokot, a savat folyamatosan figyeljük, illetve kóstoljuk a szőlőt, és az alapján alapítjuk meg, hogy mikor szüretelünk. Hogy van-e előnye, hogy korábban, én azt gondolom, hogy alapvetően nincs. Tehát, hogy amennyiben korábban végzünk, tehát ennyit jelent, de azt gondolom, hogy ez azért nagyon-nagyon korai, túl korai szüret. Minden esetre babarciék birtokán már előkészültek a szüretre, vélhetően a korai időpont nem befolyásolja majd a megszokott kiváló minőséget.